Sziasztok! A mai videó egy outfites videó lesz, méghozzá egy blazer, 5 outfit tematikájú, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velem. A blazer, amit használni fogunk, az egy 34-es méret, és tudni kell róla, hogy ez egy oversize, úgynevezett ilyen boyfriend blazer, úgyhogy én kisebbet választottam, mert nem szeretem, hogyha valami túl nagy rajtam. 165 centi vagyok, és olyan 52-54 kiló, hogy tudjatok mihez viszonyítani. Úgyhogy az első outfit, amit mutatni szeretnék nektek, az egy viszonylag lezserebb összeállítás, egy rövid nadrág és egy ilyen mini egeres felső. A felső a H&M-ből van, a nadrág pedig mohító, 34-es méret és SS méret. Ugye szeptember van, elméletileg ősz, de gyakorlatilag nappal még nagyon meleg van, éjszakára pedig már kell valami, úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy nagyon jó kis összeállítás lehet, hogyha már besötétedik, és lemegy a hőmérséklet, akkor szerintem ez egy, hát olyan lezser, tehát még egyszer a felső H&M, a blazer H&M, a nadrág pedig mohító. A második szett szintén egy lezserebb összeállítás, viszont egy kicsit szexibb, ugyanis ez egy mom jeans, ami a Fashion Nova-ról van, és ez ott másabbak a méretezés, ez egy egyes méretezésű, és a felső az pedig a Pretty Little Thing-ről van, és ezért választottam hozzá egy kicsit egy ilyen merészebb darabot, hogy ne legyen annyira anyukás, de egyébként, hogyha valaki nem szereti, hogy kint van a hasa, akkor az választom hosszabb felsőt is, és akkor ehhez gondoltam megint csak ugye a H&M-es blézerünk. Harmadik összeállítás, az egy fehér farmert választottam, ami szintén Fashion Nova, és az a különlegessége, hogy ugye a cipzár jól látható, szerintem ettől nagyon csinos, és egy ilyen púder babarózsaszín felső. Szerintem a babakék és a babarózsaszín nagyon jól megy egymáshoz, nagyon csinos, nagyon pasztel, és szinte bárhová fel lehet venni. Az utolsó előtti szett egy két részes darab, ami már egy jóval csinosabb, mint az előzőek, de szerintem egy nagyon szexi, de ízléses. A Pretty Little Thing-ről van, a felső a 100%-on mindig megtalálható, hogyha a szoknya nem is, de fehér szoknya mindig van, úgyhogy nagyjából ugyanezt az összeállítást még mindig meg tudjátok magatoknak rendelni, ha tetszik, és ugye ehhez választottam ezt a kék felsőt. Szintén azért, hogyha az ember még sötétedés előtt elindul, akkor nagyon meleg van, éjszakára pedig már hűvös van, főleg, hogyha este mentek el benne iszogatni a barátnőkkel, vagy randizni, el kell már egy ilyen blazer. Úgyhogy szerintem ez így nagyon csinos, és egyébként a szoknya az egy ilyen egész hosszú. A legutolsó szettem pedig egy irodai szett lesz, amihez egy garbós, fekete, épp hogy csak térd fölé érő ruhát választottam, ami a Nestigáról van, ugye adott a blazer, és még egy övvel fogom összekötni, ugye nincs rajta gomb, ez is egy nagyon csinos darab, és nem mindennapi. Szerintem nem sok embert szoktam látni, hogy blazert övvel köti össze, úgyhogy egy eléggé egy különlegesebb megoldás, úgyhogy ezt már el tudom képzelni egyébként egy idősebb hölgyen is, de szerintem egy fiatalabban is, úgyhogy kifejezetten irodába, vagy ha olyan van munkátok, hogy szépen fel kell öltözni, nem kihívóan, de nagyon csinosan, akkor én ezt tudom ajánlani. Ezzel el is érkeztünk a videó végéhez, ugye egy blazer, 5 outfit, remélem, hogy tetszett, nyugodtan írjátok meg kommentbe, hogy ti melyiket választanátok, melyik jön be nektek, és ne felejtsétek el, hogy tudtok követni Instagramon is, és ne felejtsétek el feliratkozni. Sziasztok!